Sziasztok, Forrai Brigi vagyok. Azért vagyok most itt, mert néhány héttel ezelőtt részt vettem a Budapesti Startup Weekenden, és ott ugye az a koncepció, hogy a csapatok összeállnak, és két nap alatt az ötletüket prezentálják, kidolgozzák, és hogyha van módjuk rá, akkor valamilyen prototípust is összehoznak két nap alatt. A mi projektünk alapkiinduló problémája az volt, hogyha valaki mondjuk a lakásának a belépett rendszerét fel szeretné okosítani, akkor ez tök jó, megteheti, csomó lehetősége van rá, a piacon rengetegféle megoldás létezik erre. Viszont, hogyha a lakása valamilyen klasszikus budapesti, nem tudom, társasházban helyezkedik el, akkor nem nyúlhat hozzá engedély nélkül az épület beléptető rendszeréhez, ezért hiába tudja megoldani azt, hogy a vendége bemenjen a lakásába, hogyha alapvetően az épületben nem tud bejutni. Erre mi egy olyan megoldást találtunk ki, amihez nem kell hozzányúlni az épület beléptető rendszeréhez, hanem elég a lakásodon belül a kaputelefonra lényegében egy dobozt felszerelni, és egy mobil applikáción keresztül távolról tudod irányítani a beléptetést magába az épületbe. És hát szerettünk volna egy tök jó prototípust összedobni a hétvége alatt. Nem tudtuk, hogy minden bele fog elbeférni, de megterveztük. És hát mi kellett ahhoz, hogy ez létrejöjjön? Szükségünk volt egy mobil applikációra, amivel a userunk majd kezelni tudja a beléptetést. Szükségünk volt valamilyen adatbázisra, ami a beléptető rendszernek az összes egységét kezeli, kommunikál velük, és szükségünk volt valamilyen szimulációra, ami helyettesíti jelen esetben a beléptető rendszert, magát az épületre felszerelt kapucsengőt. Kecsen Gábor, aki egyébként itt ül, ő foglalkozott a hardware-es fejlesztésével a prototípusnak. Adott volt egy Arduino panel, ez adta magát, hogy ezt használjuk a magának az épületnek az ajtójának a szimulációjához. Ő a Pythont választotta ahhoz, hogy az Arduino kommunikálni tudjon a Firebase adatbázisunkkal. Én pedig az applikáción dolgoztam, valamint az volt a feladatom, hogy kitaláljam, hogy akkor milyen adatbázison keresztül tudnak ezek egymással kommunikálni. Valamint szükségünk volt még egy felületre, ami magát a kaputelefonnak a felületét szimulálja. Én az applikáció fejlesztéséhez a Vue.js-t választottam. És igazából ugye az ennek az előadásnak a lényege, hogy miért volt ez a Firebase és Vue kombináció jó választás. A Vue-ról, amit itt talán első körben a legérdekesebb elmondani, hogy ez egy reaktív framework, a Firebase pedig egy real-time adatbázis, így a kettő nagyon jól tud együtt dolgozni, mivel bármilyen változás történik az adatbázisban, ez már is kirenderelődik a kliens oldalon. A Vue-ról még, amit talán így érdemes elmondani, viszonylag gyorsan tanulható, és ahhoz képest, hogy egy új keretrendszerről beszélünk, nagyon sok hasznos tooling van hozzá, ami tovább tudja gyorsítani a munkafolyamatot. A prototípusunkhoz a gyors működésen túl még szükség volt user autentikációra. Ezt szintén tudja a Firebase, lehet Facebookon keresztül, Google-on keresztül, e-mailen keresztül, csomóféleképpen lehet vele autentikálni nagyon egyszerűen. És ami még nagyon hasznunkra volt, az az, hogy deployolni is nagyjából egy perc alatt lehet vele, ingyenesen. Úgyhogy igazából sikerült két nap alatt megcsinálnunk a teljes működő prototípust. Ezen a GIF-en látszik, hogy a mobil applikációnak ez az adminisztratív része és a login része. Lehet buildingeket hozzáadni, szerkeszteni őket, usereket hozzáadni egy-egy buildinghez. És már ezen a felületen is ki lehet nyitni az ajtót. És hogy nézett ki maga a becsöngetés része? Ugye itt a felület, ahol becsönget a, nem tudom, a vendég, és az összes felhasználónál, akihez az adott building hozzá van adva, ott megjelenik egy calling, amit lehet ignorálni, ki lehet nyitni. És hogyha a felhasználó kinyitotta az ajtót, itt lépett élet működésbe az Arduino-nk, ami elkezdett pittyegni és sikolni.
Szóval összességében a teljes folyamatot sikerült megmutatnunk. És ennyit szerettem volna, köszönöm. Kérdése van-e valakinek? Nyertetek? Igen. Igen. Startup Weekenden, de ezt mondtam. Igen? Igen, azért, mert jó, és egyébként 6 hónappal ezelőtt kezdtem el kódolni, úgyhogy a Reactig még nem jutottam el. Lesz folytatása? Tehát, hogy tervezetek, hogy tényleg terméket csinálni? Igen, tervben van. Egyébként a csapat nagy része itt ül. A prototípus az így alakul a közeljövőben, meg már most is szerintem. Én lehet, hogy nem értettem, vagy biztos, hogy annyi értettem, vagy nem figyeltem végig, hogy akkor a kaputelefonra a kinti kaputelefonra semmit, hanem a lakásodban effektíve a telefonkészüléket tudjuk összekötni. A prototípusban egy Arduino-val, hosszú távon valószínűleg mással, ami csatlakozik az internetre, a te saját wifi-dre, és így tudsz kommunikálni vele. Tehát a kaputelefon csöngésé... Igen, tehát hogy adatbázison keresztül, vagy valamilyen kommunikáción keresztül, ő tudja, hogy csöngettek, telepítja neked, hogyha te kinyitod, akkor egy szerkentyű kinyitja az ajtót, ugyanúgy, mint a kaputelefon. Utolsó kérdés. A hangkommunikációt is megoldjátok, hogy az nincsen a prototípus esetében nem túl biztonságos ez a prototípus, de hogy az autentikációt azt tudja a Firebase. Vagy jól értettem a kérdést? Arra gondoltam, hogy a kaputelefonon mondjuk hanggal kommunikálni tudsz a vendégre. Hát a prototípus ezt nem tudja, de a táblati tervek.